Növekvő esetszámokról számolt be a koronavírus fertőzöttség kapcsán a sátoraljaújhelyi polgármester, aki a szeptember 16-ai hivatalos adatokkal kezdte a polgármester infót ma délelőtt. 8-an vannak igazoltan pozitívak a koronavírus kapcsán sátoraljaújhelyben. Ez a szám ugye több mint tavasszal volt az egész járvány ideje alatt, és 39 hely karantén van elrendelve, 39 ingatlanban, lakásban van karantén elrendelve. Az önkormányzat intézményeiben továbbra is kötelező a maszkviselés, a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje nem változott, de aki nem visel maszkot, nem mehet be az épületbe. A rendezvények nagy része elmarad, kültéri programokat megtartják, így a hétvégi koncertre is várják az érdeklődőket. 19-én 19 órakor az Ismerős arcok koncert, 500 széket fogunk kirakni egymástól másfél méter távolságra, és 500 embert engedünk be. Ingyenes a koncert, mégis 500 embert tudunk csak odaengedni, mert hogy itt is a járványügyi előírásokat szeretnénk betartani. A városheti rendezvények esetében a koszorúzást 13 órakor a 5. István szobornál szabadtéri rendezvény megtartjuk, a testületi ülést megtartjuk, de széjjelebb húzzuk az asztalokat, hogy a képviselők nagyobb távolságra legyenek egymástól. Mindkét sátoraljaújhelyi idősek otthonában látogatási tilalom van. A nappali ellátásban az Egyesített Szociális Intézmény klubjaiban működik az ebédlő, de az idősek többsége tavasz óta a kihordást választotta, így kevesen veszik igénybe ezt a formát.